Sziasztok! Ez itt az Újpest Központ Podcast. Lukovics Andrással. És Fekete Balázsjal. Ahogy azt már megszokhattátok, három mérkőzést telt el azóta, hogy legutóbb jelentkeztünk. Igen, aztán most már látjuk, hogy életünk jelenlegi alakulása miatt így fér bele az időnkbe, hogy jelentkezzünk, de itt vagyunk megint. A három nem is akármilyen mérkőzésen vagyunk túl, és azt ez lenne az a pont, ahol el kéne mondanom, hogy ki hova iratkozzon fel, de ezt már el sem mondom, mert ez több alap. Igen, úgyis mindenki Tudist, tudja, hogy... Aki már akar, az már is feljelkezett. Igen. De egyébként köszönjük minden új csatlakozót. Ja, szóval hát... három mérkőzésen vagyunk túl, ebből egy győzelem és két döntetlen a, az eredményünk. Ez öt pont a megszerezhető kilencből, de egyébként ez korán sem olyan rossz, mint amennyi károgót találni az internetes fórumokon. Úgyhogy nem tudom, itt, itt bele, is kezd, bele, is kezdek akkor a legutóbbi mérkőzésbe, az alagerszeg Újpest. Hát szóval 15 év után nyertünk a Sötét Zalában újra, úgyhogy ja, hát ez is egy nagy sorozat, ami, meg, megszakadt, hála Istennek a saját szempontunkból szerencsésem. Gyorsan fussunk is át a kezdőn. Pisiteli Besenyő, ez Duarte Fiola Tamás, uh, Jujic Laku Helmik, elő pedig Brodics és Horváth Christopher. Na, hát ami fontos, hogy egyébként nagyon megnyomtuk az első negyed órát, 20 percet, ez, ez szemmel látható volt, meg egyébként a, a zselák nyilatkozata is ezt megerősített, hogy ez volt a meccs terv, vagy valami ilyesmi. Az elején igen. Az első 20 perc, ez volt a meccs terv, és ezt egyébként elég jól le is hozták a srácok. Ugye már a, a harmadik, negyedik percben egy meg nem adott góllal majdnem vezetést szereztünk, de az, már, de az már sejtette, hogy itt, itt bizony, azért a vége, vége lesz a a gólszegény támadójátékunknak. Ja, kor kora reggel van, ezt elfelejtettük ezt mondani, amikor ezt most felveszünk, Úgyhogy én most ébredtem három perce, azért beszélek ennyire folyékonyan. Az emberek többségének ez délelőtt egyébként. Igen. Igen, ez egy ilyen zenész, zenész reggel nagyjából. Szóval uh, Tamás Krisztián meg patanóját még nem adták meg egy korábbi szabálytalanság miatt, aztán a hetedik percbe szögletet követően besett csúsztatását Brodics váltottak gólra. És ezen a ponton jegyezzük meg, hogy, hogy Brodicsnak ezen az egy próbálkozásán kívül nem volt semmi, ami így, így a kapu irányába történt volna. Jó, hát azt hiszem erre, erre majd azért térjünk ki, hogy ez milyen, milyen jellegű csatárteljesítményt teljesítményt is jelent alapjában véve. Szóval ez volt a 7. perc, a 17. perc pedig e, Fiola beadás, Horváth Krisztófert bomba, kezezés, Jó is tizi, kettő ide. Ekkor szerintem mi mind azt gondoltuk, vagy én azt gondoltam, hogy de rendkívül sima lesz ez a mérkőzés, aztán mégsem lett annyira sima. kettő 0 lettek. Sem. Nem úgy ér jó, egy, jó a mérkőzés, de hogy eddig... Nem, igen, azt hittem, az... hogy, hogy egy 6 hatig nem állunk meg egyébként. Ja, ja hát én is kaptam az üzeneteket már ezen a ponton a telefonon, mészáró az Újpest, hát igen, ez eddig tartott. Uh, viszont azt kell, azt kell mondani, hogy az egy dolog, hogy, hogy visszavettünk, de már megint, megint szóba került a szerencse kérdése. hogy az alagerszeknek nem volt szerencséje, vagy egyszerűen ebbal faszkodtak mindent, ami, ami létezett. És szerintem inkább hát, el, elbalfaszkodtak, itt nem, szerencsé... itt nem szerencséjük nem volt, hanem egyszerűen. Hát is is, de egyébként elbalfaszkodták. Tehát azok a neheznek, okay, az, amik kihagytak az első félidőben, az gaz. Hát nem hittem el, hogy ezek nem találnak be egyszer se? Hát ez, ez, ez még m 1 is, ezeket be kell ülni. Na, hát ez... Mi az ilyen NBA egyéb, is? Hát persze. Hát jó, jó kivéve hát, ellen, jó. Most <laughs> kivéve futballkultúrákban ez, ez, alap. Ja, tényleg. ja. Mim, mim. Annak nem tudom a kereszt, nem itt nevét. Gergely, aztán. Na mindegy, igen, neki volt két ordító helyzet, amit, amit, elpuskázott. Uh -huh. Aztán... Nem, nem, most, nem most került be Rosszinak a jegyzetfüzetében. Nem, 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 nem valószínűleg nem. A... Szóval igazából, gondolom, hogy egyébként fegyelmezetten játszottunk, de mégis, volt egy csomó zítszere az Egerszegnek, és a, a kapufájuk után volt az utolsó fél órára, amikor, amikor kifulladtak, kifáradtak, és végük volt. Talán fizikálisan sem bírják ezt a irgalmatlan tempót, nem véletlen a helyezésük. hogy nem véletlen talán a helyezésük ennek köszönhetően, mert ugye most már kieső zónában vannak. Igen, ők egy, egy kevesebbet játszottak egyébként, de a, tabela nem teljesen letisztult. Ugye itt a Ja. Nemzetközi csapataink szereplése miatt, de, de igen. Ez az egyik, amit, igen. Amit jó feléltem magamnak, hogy a meccs egészét nézve azt kell megállapítanunk, hogy ezt úgy hoztuk le kettő simára, hogy egyáltalán nem mi domináltuk ezt a meccset. Igen. Tehát, ez egy, ez egy, ez egy ez furcsa, a, furcsa. Ez a szimplépés a szememben egyébként. Hát jó, na mindegy, de vagy ez a, a zete nem koncentrált eléggé valamelyik. Jó, akár. de egyébként, hogyha most így, ezt a három meccset mondjuk egyként tekintjük, Ugye, blokkokra bont vagy a két válogatott szünet között, akkor ezt a három meccset szerintem az előző szezonban egy pontra hozzuk kb. Hát jó, majd erre is kitérünk, de mindegy, hogy pár, pár, statisztikát egyébként ezzel a meccsel kapcsolatban. A lövések 17-6 az ete javára, a kapura tartó lövés, ott, ott, viszont igen, kettő az ete, három mi. Labda birtoklás 58 a 42 ellenével szintén az ete javára. Passzok 488 Egerszegi oldalon, 371 Újpesten. Tehát ezek nem, nem. Mondom, az első negyed órát követően nem, nem, nem az történt, mint amit én gondoltam, hogy történni fog. Persze. És, és egyébként, ami viszont meg szintén fontos, egy szögletet ruktunk míg ők nyolcat, és nyolc olyan lövésük volt, amit, amit blokkoltunk. Nekünk egy a másik olyan. Szóval, hogy. Mm. Ja, ja. Na, ja. mindegy, ilyen körülmények között egyébként azt kell mondanom, hogy jó, hogy az első 20 perc az így történt, ahogy mert különben lehet, hogy mi se találunk soha kapuba. A védelem jó volt, ezt a összességében elmondhatjuk az egész idéjre vonatkozóan. Vagy hát az az a, a része. gondolsz? Igen. Ami, ami, ami teljesen stabil. Vagy hát jó, egyébként ez is ilyen nézőpont kérdése. Hát a tavalyi évhez képest biztos, hogy iszonyatosan stabil. Meg egyébként jó, nekem tetszik az, ami ott, ott hátul történik, meg ja, csúsznak-másznak, meg tök jó a Fiola, tök jó a Bese, tök jó a gergi. mind a két portugálunk. Ott elég rendben vagyunk. Itt jönnek a problematikák, az az átkozott középpálya. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Szóval most, most Helmich és lakú? szerepelt a középpálya tengelyén, és Na, nem tudom, neked, neked milyen véleményed a látottakról? Figyelj, én, én a a herdich kapcsolatban elfogult vagyok egyébként. Nekem, Na, hallgatlak. nekem, egy ilyen titkos kedvencem, vagy hát nem is annyira titkos hát, kedvencem. Most már nem annyira titkos, igen. Igen, igen. Én, én csípem a játékát, és szerintem ő hosszú távon is a magyar futballnak egy, egy, egy jó játékosa lehet majd. Hát ettől függetlenül őket, őket azért elég 19 könnyen... éves. Tehát... Ja, ja, Jó, de hogy elég könnyen átjátszották őket. Így az igen, de, de, még mindig csak az elején vagyunk. Tehát, persze, tehát persze. Még... És, és, jó, igen, de hogy egyébként a Lakúról én szeretném elmondani, hogy egyébként <coughs> nekem ő az egyik, aki azt hiszem még engem nem annyira győzött meg. Jó, egyébként igen, ő, ő annyira engem se. De, de és egyébként az benne a furi, hogy közben meg, jó, oké, okay, ő is fiatal, de mégis azért csomó Francia 1-2 más tapasztalata uh -huh. van, uh -huh. és ahhoz képest így, tudom, gyógy, egy nyilván csúcsformában vagy jobb formában lévő onogó mellett szerintem simán labdába se rúg. Egyelőre úgy néz ki. Oké, okay, persze, igen. nyilván van életkor különbség is, nem tudom, 7-8 év az onogó javára, yeah. de ettől függetlenül meg uh, én. én, kö... én... É, én most még nem törnék pálcát a játékosok nem. fölött. Aztán azt se, mondtam, hogy még. Igen, tehát se pozitív, még nem se negatív meg. irányba egyébként. Szerintem ez még egy, mindig egy formálódó csapat. Hogyha, ha most a tabellen elfoglalt helyünket nézzük, és ugye a hatodik helyen vagyunk, szerintem pont ott vagyunk, ahol kell lennünk most. Ó, persze, persze, persze. Hát, most persze a dobogó az elvárás, ugye ezt ugye Sanyival meg is beszéltük ugye a szezon elején, hogy a dobogóra várjátok a csapatot. Én, én azt hiszem, hogy a hatodik, negyedik, hatodik helyet mondtam, szerintem most erre az idényre ez is um, aláírható lenne. De tehát ez, ez, egy folyamatnak a része. De most ha hiszed, ha nem, a jegyzetem következő pontja. Na. <laughs> a fejlődés egy folyamat. Ez, úgy, 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 az, 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 kell van, hogy, hm. Ezt, ezt, ezt így telibe találtad. Szóval jó, igen, összességében nyilván elmondhatjuk, hogy nem, nem vagyunk rosszak, de nyilván türelemre van még szükség. És egyébként meg nyilván csak, hogy mindenféle pozitív dolgot is mondjuk, hogy egyébként hat meccs óta vagyunk veretlenek. Igen, tehát azért mondom, hogy... Ez tök jó. Három meccset lehoztunk kapott gól nélkül. Szerintem nem Tök tudok jó. pánikolni. Tehát nem, nem, úgy nem is azt mondom, hogy pánikolni, de nem kell kétségbeesni, Tehát a, még a szarabb meccseinken is döntetlent hozunk azért. Ja, ja. Tehát a, pl a, 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 hogy mondjam, a, az alja, nem is tudom, a plafon, mi a másik, mi a plafon ellentétje? A padló. A padló, igen. Tehát a padlónk az szerintem magasabbra került. Jó, persze, persze, persze. Sőt, igazából a... a... A Derbi óta nem volt olyan rossz meccsünk Igen. Alapjában véve. Hát én, én nem vagyok. Jó, persze, a, a győr ellen kapartam a, a, a fejemet például, de hát ez mindenki. Tehát az egy, egy szürreális meccs volt minden de, szempontból, de, jó, hát igen. de, de egy, akkor is döntetlen lett a vége. Tehát ja, a, tehát jó, de jó mindegy... tudom, hogy nyernünk kellett volna, nem erről hát van az szó. Lett volna, meg, hogy akartam... Az lett volna kötelező. Igen, tehát, hogy az igen az konkrétan igen. Az szerintem a Győr elleni meccs, azt az mondom, azt mondom, hogy az, az az elhullajtott pont, mert azokat meg kellett volna vennünk. A, 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 szerintem... a diós Győri 0 nullából nekem nincs olyan olyan bajom. Szerintem, hogyha ha ezt a Győr meccset, például nem tudom, az év, a szezon második felébe, vagy jövő év elején ezeket hozni fogjuk. Ja. Tehát ez ez, 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 amit mondjuk tavaly elbuktunk volna mondjuk, mert találtak volna egy gólt, vagy kettőt, ne Isten. Mint ahogy azért nem tudom, a puskás ellen tavaly felcsútele játszottunk, és akkor nyomtunk, nyomtunk, aztán kaptunk kettőt, amikor beállt a Tehát, hogy ja. ilyen, ilyen, meccsből tudok mondani tizet a tavalyi szezonban. Ja. Jó, minden esetre azt mondom, az, hogy nem kaptunk zsinórba három meccsen volt, az tök jó, viszont az, hogy csak kettőt rúgtunk, az nem olyan jó ott, ott kezdődnek a problémák. Hát, és egyébként, nyilván, a, amit az mint mondottam, hogy a védelem az, az egyébként azt mondom hogy egy rossz nem lehet. Én úgy gondolom, hogy ott előre léptünk a tanulékhez mindenképpen. a, a és a támadó az nem, az nem az igazi. És egyébként akkor igen, a, a középpálya problematikájára térjünk is ki egy pillanatra. Szóval eddig megfordult ott középtájékon a Tajti, a Helmich, a Laku, a Geiger, az Onovo, az azóta távozott Kejta és Radosevics, plusz a Győrrel még a Déke is. Uh -huh. És most belegondolsz, hogy így ja, itt nagyon, nagyon nincs még megtalálva az, hogy... Persze, tört, nyilván hogy milyen... ugye, ugye alapból, tehát ugye, hogy a mondás is tart, hogy a védelmet a legkönnyebb építeni, úgymond. Tehát, azok. Ja, ja. A, a, azt, azt a legegyszerűbb, begyakoroltatni, ugye, megtanulni, csinálni. Szerintem ez a része rendben van. Most jön a, a kreatív része, úgymond, a támadás. Egyébként e, ezekből a felsoroltakból, nyilván akiket már kölcsönadtunk, azokat nem, 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 nem mond. Te melyik kettőre tennéd le a voksodat? A hát én, én a heliket játszhatnám, dékeit is játszhatnám néha, egyébként. Hmm rotálnám. Uh, mik az opcióink még? Lekú? a Tajti, a Lekú, a Geiger, még az Onovo. Onobu, ha hogyha visszanyeri a formáját, akkor, akkor ők mindenképpen. Hmm. Akkor ők mindenképpen, de egyébként a Tajtit is. Tehát a Tajtit, a, tajtit, a, a Lekút valahogy rotálnám. Nem tudom, hogy legyen. Igen, a Tajti lenne. most egy kicsit partvonalon kívülre került. Aha. egy túra. igen. igen, igen. igen. De egyébként például, ami nekem, ami, ami nekem így ö, szemet szúrt, vagy így ö, meglepett pozitív értelemben, az a, a fiolának és a besének a játéka. Jó, tehát, a belsőnek egyébként én nem szerintem, csinálkozom. Szerintem a bese konkrétan, most azt, azt nem mondom, hogy válogatott formában játszik, de elég erősen válogatott, közeli formában játszik. Ja, ja. Hát igen, meg a fiolán, meg igen, azért az, az, a 28 ezer játék perc az, 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 meccsről meccsre Ja. és egyébként, igen, tehát azért, azért, számít, hogyha ők a pályán vannak. Ja, és egyébként még a, mondjuk igen, a, a győr, Diós győr meccsekről egy, csak egy össze, beszélek, mert uh -huh. már olyan régen volt, hogy csak na, hogy egyébként a... A, a Ju Juicsot, a Diós meccsen volt, ahol, ahol teljesen leradírozták? Hmm. Azt hiszem igen. Igen, valószínűleg igen. Szóval egyébként ő is olyan vál változó formát mutat, mint hogy őt, őt megfogod, akkor egyébként eléggé meg vagyunk fogva. Van egy, van egy, ilyen, hát igen, igen. Van van egy ilyen érzésem. És minden mellett pedig a csatárkérdés. Csatár kérdés. Mert hogy... Mert, hogy Hú, erre, nagyon, erre megyom, ki vagy hegyezve, hegy, hegy úgy érzem. Igen? Igen. Na mondja. Nem, meg. csak hogy jó, indult valahogyan a, a, a Brodics, meg, be volt harangozva me mekkora szupersztár, és jó, persze, rugott már négy volt, ami tök jó, de tényleg az, hogy itt az etemecsen is egy, egy helyzet nem is nagyon mozog, vagy én legalábbis ezt látom. Sok embernél, vagy na azokban a hozzászólásokban, amik, amik érkeznek mindenféle fórumokon, hogy, hogy a Ambrose Peti, mennyivel agilisebb volt, az, hogy ja, ügyetlenebb volt, de, de, tényleg nem tudom, harcosabb volt, vagy csinált uh -huh. valamit, vagy, de hogy, hogy nem tudom, ez a Brodics egyelőre elég. Hát... Tom, Tomek Cimburánk mondta, hogy ez a gyerek olyan, hogyha me me megkapja a helyzetbe a labdát, akkor, akkor beveri, uh -huh. de ha nem kapja Ki meg, ha formálni? nem kapja meg akkor Igen. ez nem csinálja meg. Igen. és, és úgy, fel, úgy, fest, hogy nem nagyon tudja Igen. megcsinálni valóban. És akkor ehhez képest még, még, ugye másik alternatívája a Karamoku, aki meg tényleg a bicikli a lővetbe fog meg kergetni. A... Engem, nem a védőket. Játékosok lecipetés. Engem, <laughs> abban <laughs> nagyon jó. De hogy, ja, ez, 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 ez a, ez a része sincs meg szerintem még a csapatnak. Persze, persze. De, de hogyha most megnézik, hogy ezzel a teljesítménnyel, ezzel a produktumban a hatodik helyen vagyunk, akkor akkor azt, azt kell mondani, hogy igazából továbbra is visszatudok vissza csak arra, arra e, térni erre a témára, hogy ez most így még nem, 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 nem rossz. Ja, persze, persze. Tehát, nyilván, nyilván, nyilván rossz. Gondolom, keres keresik a játékosokat, keresik a, azokat a profilű embereket, akik ugye, illeszkedhetnek a csapatba. Gondolom, hogy csatárban is gondolkozunk, gondolom, hogy, hogy a középpályás szekciót is meg akarjuk erősíteni, tehát ez, ez most egy átmeneti állapot, amit próbáljuk a, gondolom, megnézni azokat, kipróbálni azokat a játékosokat, akik ugye hosszú távon is akár segíthetnek, egy-két évre a hosszú távon, mert ugye itt a, 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 a kifutása ugye ez, ennek a projektnek az az, hogy, hogy ugye ide jönnek a fiatalok, itt játszanak, befutnak, akár válogatottat lesznek, és utána elmennek külföldre. De hogy, de hogy ugye alapból ugye a, a, a küszöböt kell megemelni, úgymond, és akkor tehát ez, ezt elértük. Ja, ja, jó, persze. Egyébként a Brodicsra visszatérve, nyilván én is többet vártam tőle, tehát én azt hittem, hogy egyébként biztos, hogy egy képzett játékos meg beveri a helyzetet 10-ből 8 szor tehát ezt, 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 aláírom, hogy, hogy szerintem is ilyen, őt valóban úgy látom, hogy ki kell szolgálni, nem tud magától a helyzetet kreálni. Igen, egyelőre, viszont meg egyelőre ez a, ez a ha, ha, és, meg, és ha, megfogják a Juicsot, akkor ez a középpálya nem tudja kiszolgálni. Igen, igen. Ez itt, ez ez itt, a, itt van a, a, a kutya Igen. Így van. Reméljük, reméljük nem olyan négyre. Hát ja. be ezek azok a dolgok szerintem, amiken dolgozni kell, és amiken dolgoznak is. Tehát ezeket nyilván ők is tudják, vagy látják. Ja. Hát a Diós György meccső meg annyit felírtam, hogy igen, a lakú kiállítása az, az sem volt egy túl professzionális megmozdulás. Igen, mint egy sárgalappal a hátad mögött, vagy a zsebedben. nem, nem csinálunk ilyet. Persze. Persze. Igen. -e -e igen. Igen. -e 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 -e. És emlékszem, hogy ott, ott la lassú és körülményes is volt minden, amit csináltunk. Azt hiszem, vagy így, legalábbis így emlékszem. Igen, a Győr meccs, azt hiszem, csak arról marad emlékezetes, hogy, 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 hogy a Karamokó kar karomok, lecibálta le 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 a győri sérült játékost. Illetve a bíró miatt, Mert -e -e. szerintem én még élőben nem láttam soha hogy egy bíró megsérül. Szerintem. És le kelljen cserélni. Szerintem én is egyszer láttam max de... Igen, élőben talán még nem. Igen. De izgi volt meg egyébként igen. azon, azon marha jót rögtem az, első, az első síp, sípolására az új játék, játékvezetőnek, olyan kurva hangos volt, hogy nem tiszta stresszben volt a gyerek, hogy úristen. Még egy de... jobban fújt, mint egyébként az eredeti. Jó, igen, de egy 10 perc alatt jobban fújt. Jó, de egyébként ki a tököm a 8. percig be kell állnom most, egy meccset vezetni. Basz meg. Igen, igazán tartalékjátékvezetők élete, ez, 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 lehet. Mondjuk ez tök érdekes lehet, én elutazol a meccs helyszínére, leülsz, és abban a hitben vagy, hogy tudod, semmi. Lesz egy is semmi, majd, majd megmutatom, hogy izi, tudod menni. Menj az, extra time. Extra time, és cső. Mert amikor szólnak, hogy ez mi van? <gül> <gül> én, mindegy, ez, ez, a része, ez, ez abszolút mulatságos volt. Ja, tényleg és... bemelegíteni be is. De igen, hát a ilyen, meccs, ez próbált. De... Igen, ne, 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 nem 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 hogy görcsöt, kapjon <sor> ő is bennünk. Egyébként Csonka Bence volt az, a, az aki, 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 megsérült, és hát nem, ő nem egy túl jó bíró. Egyébként nekünk volt egy kicsit olyan... Kicsit bírózunk, ő nem egy jó bíró. Amikor kosaraztam, akkor volt, olyan, volt egy diák olimpia meccsünk, ahol a a, a játékvezető, tehát hogy alapból két bíró szokott lenni, a diák egyet küldtek, és ő is leült a félpályára egy zsámolya, és onnan, onnan fújta a meccset. <laughs> tehát oda, oda kellett kipattintani a labdát büntető előtt, hogy lekezelje, visszagurította. Hát igen. Szóval vannak ilyen, ilyen jók is. Ja, jó, ezekről a meccsekről igen, azt hiszem ennyit, ennyit akartam elmondani. A, a tabellán a hatodik helyet foglaljuk el. Kilenc meccsből négy győzelem, két döntetlen, három vereség és 14 megszerzett pont. Egyébként nagyon sűrű még ott a mezőny, viszont ott nem is mindenki játszott úgy egyelő számú meccset. Szóval ez most egy ilyen aktuális állapot. De itt, itt most ugye a válogatott szünet következik éppen. A két nemzetek ligája meccs vár ránk. E, át is adom a szót. Hoztam egy-két érdekesebb statisztikát csapatszinten, illetve játékos, egy-két játékosról is, Na ami érdekes lehet. Majd a nagy évharmad értékelünk az majd a, Igen. a következő hatásban lesz, de, de egy-két érdekességet azért kiemeltem. Némelyiket a klub honlapjáról szereztem, némelyiket a klub honlapján is meghivatkozott szófaszkorról egyébként. Kurva jó oldal, érdemes uh, szemezgetni a statisztikákat, mert játékosokra is, és csapatokra is lehet keresni az NBA-ben. Uh, szóval, Ricardo uh, pisitelinek négy clean -ja van a szezonban. Hmm. Ez, ez szerintem ez egy pozitív dolog. Illetve uh, Matija az a szófaszkor szerint az NBA egy legmagasabb értékeléssel bíró játékosa. 9 forduló után, emellett vezeti a góllövő listát is. Egyébként róla volt, fú, múltkor valamikor a kezembe került, az ez egész tavalyi és, és statia, és, uh -huh. és egyébként kurva jó volt, mindezok dacára, hogy, hogy ott volt ez a sérülés. Uh -huh. ja, 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 nem, most csak egyen, egyen. Egyébként a góllövő lista negyedik helyén áll a Brodics is, négy gólal és két asszisztál. Igen, most mondjuk ezen a ponton oké, okay. tudom, amit az előbb mondtam, hogy Brogic, <coughs> e, egyébként a négy gól az tök jó, meg az, az abszolút önmagáért beszél, de én akkor is többet várok tőle, de hogyha azt a részét megnézzük, hogy a, a, a 14 rugott gólunk van, Tehát, és akkor a Júlis Brodics ebből, ebből tí, tí, tízet hozott össze, az, hát egyrészt az az jó, másrészt pedig olyan szempontból aggályos, hogy ja, hát őket kell radírozni a pályáról, és akkor, akkor nem vagyunk túl. De ezt mindenki tudja. Igen, az a baj. Igen. és akkor vannak ilyen csapas statisztikák, amik így, nekem így érdekesebbek voltak. Például, ugye azt tudjuk, hogy rögzített helyzetből, illetve szögletből, beadásokból elég sok gólt szerzünk, illetve elég sok veszélyt tudunk okozni. Viszont pontos beadásokból meccsenként csak 3,6-ot tudunk produkálni, mm. amivel az utolsók vagyunk az NBA-ben. Pontos beadás? Aha, pontos beadás. Tehát emberhez megy. Ve versus az első helyezett kecske, mint a 7,3-at. Hát az a dupláját. igen. Ami, tehát egy, szerintem egy érdekes kirívó egyébként. Hát itt jó, de itt meg nyilván ugye az a kérdés, hogy milyen, 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 szélsők játszanak aktuálisan. Sőt, hát nem, 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 várjál, rossz végén fogom meg. Na. Hát az egy dolog, de, de akik, akik érkeznek középen, középen, az itt a problematika. Nem, nem biztos, hogy a beadás. Nem a pontosan volt. jönnek. Hát vagy nem jönnek. É, igen. Hát vagy nem jönnek. Igen. De nem, hát vagy melyik meccs volt az? Várjál. Ja, de a Diós me meccs volt az, ahol volt, volt, volt pár ilyen beívelésünk, de semmi is lazán kifejelgették? Szerintem az volt az. Lehet. Ja. Jó, gondolom, Jó, oké. Okay. Okay. Tehát, hogy ha, ha viszont ez nem, nem megy, akkor lehet, hogy nem ezt kéne csinálni. De egyébként meg megy. Tehát hogy ugye látjuk. Tehát a szögleteknél is ugye szerintem elég veszélyesek vagyunk. Tehát ezt kéne... Szerintem, a válogatott szünet kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy gyakoroljuk. Akkor vannak ilyenek, hogy ilyen statisztikai lövések, amiből 11-et tudunk meccsenként hozni, ezzel utolsók vagyunk szintén az NBA-ben. Viszont a kaput eltaláló lövésekben ötödik helyen vagyunk 4,6-tal. Tehát, hogy jó arányban lövünk kapura. Megedzem, hogy a lista vezető az 17,7-et De hát az... Jó inkább erre nem térek ki részletesebben. Ebből ez is sok. van ilyen, hogy sikeres cselek. Na. Ez mondjuk szerintem egy, ez egy játék filozófiai kérdés, hogy ki, melyik csoport mennyire keresi ezeket a párharcokat, cseleket. Nálunk 4,7 van meccsenként ebből, amivel utolsó helyen vagyunk szintén. Oh. Versus 9,1 ami a duplája kb. Az igen. Jó, szóval, hát Csak így néhány ezek, ilyen kis szőszenet. Ezek valóban érdekesek. Na. De mondom, hogy hozok a következő adásra egy, egy részletesebb évharmad értékelőt. Évharmad értékelőt. Várkertbazárból egyenesen. Jó. Ö, vannak ilyeneink ilyen. Van egy ilyen pontunk, hogy válogatottak. Igen, hallgatlak. Itt kezdem alulról. Ú-15-ös válogatottba meghívott kapott, támadó középpályásunk, Stoika Márk és az út 17 es válogatottba érkezett szintén meghívó kapusunknak, Szent Mihály Ádámnak. A felnőtt csapatból Horváth Krisztofer és Fiola Attila kapott meghívót. Gergényi kikerült. Gergényi kikerült. Horváth Krisztofer meg megsérült. Horváth Krisztofer, igen, le kellett mondani, mert megsérült, combhajlító sérülése van. Ez, próbáltam utána olvasni, hogy ez milyen hosszú szokott lenni. Mm. Ez a válogatott szünetre, ez biztos, hogy off de remélhetőleg már a következő meccsünkre, pályára, játékra tud jelentkezni. Oh. <laughs> Illetve Kevin is ott van a keretben. Igen. Egyébként mit vársz a válogatott meccsektől? Csak így röviden, ha már. Mert ha már. hogy van, Hollandia és Bosznia, ugye? Hollandokkal uh -huh. kezdünk pénteken. Hát nem tudom, nagyon szerintem már egy pontszerzés is jó lenne. Mm. Boszniát valahogy meg kéne boszni. Boszniát meg kéne, a, hollandokat nem, 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 tudom. Hogy... De akkor beszéljünk már egy kicsit erről is. Jó. Hogy miért, miért, megy az állandó rinja arra vonatkozóan, hogy, az, hogy, az, hogy Most nem jönnek úgy az eredmények, a válogatottnál, meg már az EB előtt valami, valami megváltozott, meg rossz alatt rezeg mondja, Igen, ezek, meg ezek az a szív, vagy Igen, a, baromságok. Gyerekek egyébként Jó. így, az, az nem, nem, tűnik fel senkinek, hogy az elmúlt időszakban egy csomószor erőn fej, felül teljesített a válogatott. Olyanokat húzott be, ami, amihez, hát nem tudom, szerencse kellett, hát jól jött ki a lépés, bármi, de hogy az nem tart örökké. Most, most éppen nem olyanban vagyunk, és most ilyen, ilyen igen, igen, beköszönt a valóság. Csak hogy ettől emberek miért kezdenek el temetni e, egy csapatot, meg egy edzőt. Azt, na, azt viszont egyáltalán nem értem. Persze, igen. De én sem vagyok ennyire, tehát szerintem ez kb. a, a realitás, hogy most nem vagyunk tényleg a legjobb formában, tehát azért, Jó, de ez meg, ilyen nem, meg van. Persze, tehát igen, nem, szerintem nincs semmi gond, Boszniát meg kell előzni, hogy ne esünk ki. Hát meg, bemarad, megjából, igen. A bennmaradó az alcsoportba is kész, ennyi. Igen, Nem történt semmi. De a holland meccs az biztos kemény lesz. Az kemény lesz, igen. Egyébként szerintem Gulácsi jobb kapus. Csak hogyha valaki kérdezi. Jó, jó, igen, hogyha valaki kérdezi. Szerintem is sokkal jobb kapus a Gulácsi. De egyébként meg őt is megértem, hogy egy idősen sérülés után úgy van vele, hogy. Ja. Ah, meg, igen, más, mások éppen a, nem tudom, a regeneráló edzésüket, vagy a nem tudom, szabad tölti, meg akkor találkozzon a, válogatottat. persze, meg, meg, egyébként meg egyébként meg ezt le is nyilatkozta egyébként, hogy ugye nekik a, neki ugye úgy van a menetrendje, hogy német bajnokság, német kupa, BL, ez plusz igen. válogatott, és neki karácsonyig tulajdonképpen minden héten két meccs van. Ja. Ha a válogatottat is beleszámoljuk. De ez konkrétan így van. Igen, de és egyébként meg... Hát ezen a ponton meg azt is meg, hogy azért a Nemzetek Ligája, azért, hogyha most az ember ezt így hát a kez, kez, kezét, igen. az, az, a szívére a Nemzetek Ligája talán a legkevésbé fontos sorozat bárkinek ilyen, ilyen terhe, meccs terhelés mellett. És egyébként, egyébként, most igen, ugye mindenki azt mondja, hogy a válogatott neki az, 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 tényleg egy nagy dolog, amivel abszolút egyet értünk. De, de azt is meg kell érteni, és amit ugye egy csomó nemzetközi sztár is lenyilatkozott, hogy most már eljutottak egy olyan meccs számhoz éves szinten, és még ugye betesznek klubvilágbajnokságot is például, amit lehet nagyobb fasság a világon szerintem. Hát az. és tehát ilyen, ilyen számokkal, ennyi utazással, ennyi igénybevétel, ezt, ez egyszerűen nem lehet fizetni. bírni. Nem, mert totálisan ki vannak sajtóva, és igen, igen. Nem, Nemzetek Liga nyilván most, az, ami... Most nem akarok nagyon belemenni a külföldi fociba, de például a Rodri is most ugye, azt hiszem, tércalak szakadása lett, a ICA a térfalak szakadása lett, ezek mind, nem tudom, legalább egy fél éves kihagyások. És ezek, ezek, ezek sok esetben visszavezethetőek arra, hogy ez, igen, ezek már 30 pluszos vagy 30-hoz közeli játékosok már nem úgy bírják a terhelést, mint mondjuk 20 évesen. De egyébként a 20 évesek is, tehát a, most nem tudom, melyik spanyol kisgyerek, nem tudom, mert egy évet hagyott ki, mert, ja, ja. mert játszott az olimpián, a, ott volt a VB-n előtte, teljesen kivannak. egy a hogy ez az egészről amúgy az az kibaszott Kurva pénzt, a pénzt. Tehet. A, igen. Az, az igen. tesz tönkre mindent. Igen. igen. Tényleg. És egyébként most már ott tartunk, hogy ezeknek a, ugye azáltal, hogy minden nap van meccs, pont annak a varázsa tűnik el, hogy, hogy várod azt, hogy legyen meccs. Jó, az Újpest meccset mindig várom. Jó, hát jó, igen, meg, meg az de nincs, igen, meg, de nem de játszunk igen. olyan gyakran. Jó, igen, jó, de igen, de? Az, 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 évi 12 el klasszikói kicsit Milyen? el szokta venni hát, a kedvemet a, és a lelkesedéstől. Meg, mi el, mi az és is, meg a spanyol kupát, kupa elvitték az arabokhoz, tehát oda is el kell utazni érted, hogy mondjuk egy szuperkupát lejátszanak. Ja, ja. Tehát szerintem ezek ilyen tök nonsensz dolgok. És Persze. most tényleg annyira kell az a kurva pénz? Hát látod. Tehát... De igen, say, modern futból de nem mondott nevetem a modern futballra, október 4-én Luka Mack. Az meg, ezt én is felírtam. Ne, ne, a bomba, robbant a bomba. Robbant a, rob, rob, a, a bomba, az átigazolás Gondolom, hogy mindenki olvasta, senki nem olvasta, ez sehol sem, ez nem jelent. De, de örülök, Jó, hogy titokban akarod. minden mondjad, mondjad. Nem, nem akarod. mondjad. oké. Okay. Szóval október 4-én uh, jött a hír, hogy Luka Mac. jött a hírbe, az meg utána kellett olvasni. Én meg. is minden folyamatosan nézem, de mindig csak videót kap videót kap. De végre jött a pillanat, az meg. Csapatot talált. Nem is hova. Stuttgart 2. Tehát visszatért Alma Materébe, ahol egyébként a VfB Stuttgart 2-be három évet húzott le. Ez ugye a Stuttgartnak a, a fakója, tulajdonképpen az U21 csapata, amihez 24 évesen csatlakozik. De milyen fakó az, ami Luka megérkezik? Fényesen ragyogó fakó. Akkor a gyerek, hogy. Van egy Axie Inzekci München szurkoló német ismerősöm, Hüdi, és Rödi teljesen ki volt készülve, e. amikor, amikor próbajátékon igen. volt az akció, az, ágcián, az ágcián, cik, a Luka meg, és írta, hogy ez, az így megy tovább, akkor irányon egy aztán. Igen, de szerencsére nem kapott szerződést, vagy nekik szerencsére. Nem, igen, a Studiát 2 ellenbe igen. Egyébként Luka barátunk megvősült a nyáron. Ja, igen, egyébként ellenézés, hogy... Ha valaki, a... valaki kíváncsi, ha valaki nem követi, jól, is, van, nem. jól van, jól van. A felesége is a minden, minden rendben van. Minden rendben. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy a, a legnagyobb flash nekem mostanában, amit így ugye követtem a csapatot, a játékosokat, az Instán. Nekem a legnagyobb flash az az, hogy ugye, hogy vannak a nagy nemzetközi sztárjátékosok, ugye, hogy jönnek a Manchester City, érkezik az edzésre, az edzőközpontba, és akkor jönnek ezekkel a mercikkel, terepjárók, minden, és akkor <laughs> bekapcsolom rámegyek az Instára, és Fran Brodics a Suzuki-ból insta és fölismerem a, a, bel, a kocsi belső. <kül> Baszki, oh. nekem is ugyanilyen van, és megy a zene. Jó, hát, igen. De egyébként én magam múltkor jöttem De csak egy, szerényen. Egy, team, Holt, azt, ki kell majd követnem, mert már nem, nem érdekel. Nem, 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 érdekel. Szétófolja De egyébként ő ha jelenleg egyébként nyaralni van Team Holt, ha bárkit érdekel, de én akkor hát ez, hogy meg, ezt még követem. Egyébként a Rossi Lubakit is követem, de... Ez a ez a guilty pleasure Igen, igen. Ő, öt, többnyire gratulál mindenféle cimborájának valami sporteredményhez, Neki sem, de senki nem nagyon gratulál. Román 5 perc, pályára lép is. Ja, ja. Egyébként tényleg valami, valami amatőr csapatban játszik, azt múltkor néztem, de valamiben behatárolhatatlan. Hát ugyan nézzék, ket ketrec foci vagy. Grunna. Ja, igen, szóval valami, valami francia ter területi, területi bajnokságban. De uh, az azt mondja, jó, mert megnézem. Ja, jó, egyébként hoztam még egy-két ilyen nyilatkozatot, ami, amit a klub honlapjáról szemezgettem, és egyébként ebből látszik az, hogy ott is van valamiféle fejlődés, mert csomó infót, ja. mert viszonylag sok infót ja. tudok már szerezni. Például Bucsányi már nyilatkozta a honlapunknak, hogy tavaly sokan összetették volna a kezüket egy döntetlenért, most pedig már kicsit húzzuk a szánkat. Na, hát ez igen. kb. egyébként uh, leképezi az én véleményemet is. Igen, de egyébként jó, nyilván én is mindenkit türelemre intek, meg, meg én is tudom, hogy türelmesnek kell lenni, de mondjuk egy ilyen győr elleni meccs, jó, az, 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 az olyan, ahol az ember azért nem tud türelmesnek lenni, mert a tök utolsó, elég szar játék képviselő győrt, azért igen. így lenne. Egyébként kiemeli azt is, hogy úgy érzi, hogy 23 éves korára nb 1 es játékossá érett. Egyébként szerintem igen. Illetve megemlíti még, hogy nagyon sokat segít a csapat egység kialakulásában az öregek, úgymond Jújics, Fiola és Bese. És ö, azt mondja, hogy gyorsan kialakult az összhang, mert nem csak kiváló labdarúgók, hanem remek emberek is csatlakoztak a személyükben illetve rengeteg csapatépítő program van, ami szintén erősegíti a jó hangulat. A jó hangulat. A, a éthető éthető. Mm. Szintén kiemelte Hugh André Duarte, Na. aki e, szintén a hollapunknak nyilatkozott. Na. Ő egyébként nem régen lett apuka, kislánya született. Micsoda celeb hírekkel érkeztél. Igen. E, és ő is megemlíti Juic szerepét, mint csapatkapitány, illetve mint egy portugálról beszélő játékos. Ó, <laughs> ezt, igen, ezt, ezt olvastam. És... Egyébként azért meghallgatnék a Jujic egy, egy portugál interjút. <laughs> Most nem azért, de... Hát lehet, hogy jobban tud, mint Héberül. Nem? Vagy... Hát ott nem hiszem, hogy annyit focizott, vagy sokat focizott Izraelben. Hát szerintem egy-két évet ott volt, uh -huh. igen. Ja. Lehet, hogy ragadt rá valami. És mondta, hogy Nyugyesnek a szerep egyébként fontos volt, de nem döntő. Tehát nem ez volt a döntő, hogy ide az olyan, de egy fontos volt. Illetve elégedett az eddigi teljesítményével. Ja, igen, a két belső védőnk összebeszél egymással, a portugál összenézi, úgy is meg kajdózik. De mondta, mondta azt is, ha hogy, ő, hogy egyébként... Mondta azt is, hogy egyébként angolul, be, angolul is beszélnek egymással a meccsen, ami gondolom pisiteli a többiek. Igen. De egyiket össze fogom szedni, hogy ki milyen nyelveken beszél, és, és akkor csinálok egy ilyen... Egy ilyen... Jár, ö, ilyen összekötöm egy ilyen, nem tudom. Ki kivel tud beszélni. Ah, ki kivel, milyen nyelven tud beszélni. Tehát a, egy a Helmi, Helmi, Pali ugye a német, a Bese gondolom tud franciául, tehát tökéletes lehet. Igen. Já, francia, lákó akkor a besével igen. Hogy akkor ki, hogy kivel tud beszélni, és hogy ki az, aki nem tud beszélni senkivel, mondjuk. Ez a Babon És akkor, hogyha már Németországba kitekintettünk, akkor akkor Helmik Palival folytatom, aki szintén a hollapunknak kiratkozott, és egyébként minden hazai MB1-es labdarúgással foglalkozó hollap is szemlézte. Ez, hogy kettős ez, állampolgár. Ez a cikk e, a címe. Szerencsére még elértem a vonatot, ami az újjáépülés felé indult. Helye. Ugye az utolsó Igen. Az, orába, az utolsó pillanatba utolsó utolsó hoztuk el. Tulajdonképpen. Um, az interjúban kitérnek arra, hogy viszonylag későn kezdett el focizni 13 évesen. Előtte egyéni sportokat űzött, mint például cselgáncs, mezei futás és pingpong, és emiatt ugye, hogy későn kezdett el focizni, ő hiányolja, Sok, tehát technikailag nem tartja magát annyira képzetnek, tehát ebben érzi magát lemaradva a többiekhez képest, viszont a mentalitásával, a hozzáállásával kompenzál. Ő egyébként kisgyerekként került Berlinbe, úgy volt, hogy egy-egy évre maradnak, aztán mindig hosszabbítottak a szülei, mindig tovább maradtak kin, összesen 16 évet töltött kin Németországban, Egyébként a szülei és a két öccsel még mindig kint lakik. És uh, ugye azt tudjuk, hogy egy évet Újpesten is focizott az utánpótlásban, illetve neki ugye a családi történet, történelmébe, történetébe ugye Újpest uh, szerepet játszott korábban is, de elmondta, hogy ezért neki Pest fontos volt. Itt élnek a nagyszülei, unokatestvérei, illetve uh, ő magyarnak abszolút magyarnak gondolja magát, tehát kettős állampolgár, ahogy mondtad, de hogyha meghívott kapna mindenkit válogatottól, akkor a magyart választaná. Nagyon egyértelműen. Helyes. amit a német utánpótlás képzésből hozott, és amit előnyének tekint, az az, hogy minden párharcot komolyan vesz, és a lecsorgó második labdákra agresszíven csap le. Egyébként beszéltek a pályán kívüli Életéről is elmondta, hogy a szülei és a nagyszülei is bölcsészek. Ja. Tehát egy, egy tanult, tanult családból származik. Neki fontos egyébként a tanulás. Elkezdte a, az egyetemet, angol és német szakon, de ezt a kecskeméti szezonban abba hagyta, És egyébként tervei között szerepel, hogy majd elkezd egy újabb iskolát, leginkább a jogi, pszichológia vagy az orvosi pálya érdekli. Egyébként nem az így. Ja. Standard, standard labdarúgó sztori. Igen. Igen. Tehát valaki ja. nem a plázában akarja eltölteni az idejét, mondjuk, hanem mondjuk elővenni egy tankönyvet ja. két edzés között, vagy ilyesmi. Cool, igen. Igen mondta, hogy, hogy szeretne topligában játszani és válogatott lenni. Tehát... Nyilván. Amúgy meg nyilván mindenki, aki elkezd focizni, ezt akarja. Igen. Kivéve a Tamás Krisztián, mert neki az volt az elmúlt hogy Újpesten focizom. Hogyha, hogyha, még emlékszünk erre. Egyébként én olvastam egy interjút Vermes Krisztiánnal is, Na. aki u csapatunknak az edzője, és ugye most már arról igazából csak azért emeltem ki ezt a témát, mert, mert így egyesült a két utánpótlás, ja, és jaj. akkor az mm. volt a, arról beszéltek, hogy, hogy, hogy kezelik ezt, hogy a két u csapatot összevonták tulajdonképpen, és mondta, hogy hogy ugye nyilvánvalóan ugye mindenkinek az az, az az, igénye, elvárása, ugye szülőknek, játékosnak is, hogy, hogy játszon, játékperceket kapjon. Mondta, hogy, hogy több korosztályba is neveztek, tehát nem csak az U16-ban, hanem az U17-ben is neveznek és akkor ezt próbálják így mindenkit berotálni, úgymond, hogy mindenkinek jusson legalább egy fél, orra, vagy egy fél idő, uh -huh. hogy, hogy tudjanak játszani. Nyilván ez majd az idővel össze fog rázódni, tehát most ugye Egyszerre kell sok emberrel, sok, sok gyerekkel foglalkozni, de hogy, hogy van egy ilyen. Minden sínél van. Nehézség per pillanat, de hogy ez majd szerintem egy-két éven belül azért így le fog tisztázódni. Cool. Jó. Ennyi az annyi. <coughs> Stadion. 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 Ugye, bár, bár, ott, bár ott igazából ugyanaz a helyzet, nagyjából. Igen, nagyjából ugyanaz a helyzet. Itt volt egy ilyen, egy, egy hír kiött, sajtó hír, hogy, hogy, hogy a, a Tungi. A Tungi. A geodéziai vizsgálat. Igen, igen, ott ugye. Azt a kópark lett volna. Igen, és hogy ott, a, ott azt hiszem, tehát ez a, ez a tábor utca Tarzan park, azt hiszem, tehát az, az a rész az, amit, amit, amiről beszélünk tulajdonképpen. Jó, ebben te vagy, te vagy engem. Igen, tehát nekem, nekem így az jön le, mert, hogy mondták, hogy ott van a az újpesti vasútállomás, villamos, jaj, jaj. tehát hogy, hogy az, a, az a rész lenne, ott az atlétikai központ. És e, egyelőre, tehát ugye megkeresték a klubot is ezzel kapcsolatban, hogy van-e valami komment, és ők, a, a, ugye a MOL azt válaszolta, hogy, hogy per pillanat még egyelőre keresik a, a lehetséges helyszínt, még a jelenlegi stadionnak a helye is jaj, jaj. abszolút képben van, tehát még azt sincs elvetve de azon kívül is még több helyszíről van szó, és egyébként is addig úgyse hoznának döntést, amíg a szurkolókat meg nem kérdezik széles körülön. Igen, ezt én is olvastam. Hát majd, ha eljön a pillanat, akkor majd elmondjuk, ha megkérdezik. Hát elvileg a tervezett szóval stadion elkészült az 2027. Nem? Igen, tehát nem. ez a terv hát hamarosan, tehát szerintem ez ilyen legkésőbb. 25, 20, 25, 20, 25, 20, 25 30 ig 30-ig egy bajnoki cím. Igen. Jó. Oké, okay. <laughs> az nem az, az fél lábon is, de lehet fordítva is. Ja. Igen, ja, ja. Uh, hát igen, ha lesz valami előrelépés, akkor, akkor majd úgyis beszélünk róla. A válogatott szünet után, uh, kértem, hogy mik jönnek. Nyíregyháza, ők jönnek hozzánk, uh -huh. mi megyünk az MTK uh -huh. otthonába, és aztán pedig Magyar Kupa mérkőzés a BVSC ellen zseniális 12-30-as kezdési idő. Hát le, le a, kalap a, a, a szervező bizottság előtt. Hogy? De komolyan, ilyet miért csinálunk? hát igen, tehát lenne esély, hogy kimenjen mondjuk egy pár ezer ember helyett, ki fog menni mondjuk ezer. Jó, no, ez, igen. Szóval nem tudom. Na mindegy, persze. Azért, sz szerintem azért ez az kurva gagyi. Hát. Kurva gagyi. 12 30 at meccset közben. De mindegy, ez az én véleményem. Hát én ennyit akartam nagyjából elmondani. Te is. Részemről is ennyi volt, igen. Jó. Hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjünk. Uh, találkozunk hamarosan. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Hajrá, lillek! Hajrá, lélek. Sziasztok! Sáhó,